A katonai szakértő úgy véli, hogy az orosz és az amerikai elnökválasztás is befolyással van az orosz-ukrán háborúra, amely lassan 2 éve zajlik. Az orosz haderő ezért nem vonulhat ki, miközben az Egyesült Államok sem adhatja fel katonai doktrináját. Uram, ments meg bennünket az 1 év alatt gyorsan megnyert háborútól. Tudom, hogy ez cinikusan hangzik, de tessék belegondolni, mi zajlott Irakban, Afganisztánban és máshol. Ahhoz pedig, hogy a NATO főtitkár elmúlt napokban tett nyilatkozata, hogy Amerikának érdeke a katonai segítségnyújtás Ukrajnának, hiszen ezzel amerikai munkahelyeket teremt, meg amerikai bevételt teremt a fegyverkezésből, Európa felfegyverzéséből. Ehhez meg csak azt lehet mondani, hogy végtelenül cinikus és végtelenül gyalázatos. A háborúban álló felek mindent megtesznek azért, hogy a nemzetközi közvéleményt maguk mellé állítsák. Van egy mondás, hogy a háború első áldozata az igazság, hiszen a hadviselő felek, a titoktartás és a hadviselés szabálya az igazítják a híreket, információkat, rémhírek, álhírek kelnek rábra, és én ezért fontosnak tartom, hogy a közszolgálati médiákból tájékozódjunk. Ugyan a háború közvetlenül nem fenyeget minket, annak hatásait Magyarország minden lakosa érzi. Nem csak az Európai Unióban, az országok összevetésében történnek ezek a dolgok, hanem ezeken keresztül ez mind-mind kihat. Az ország dolgaira, kihat a vármegye dolgaira, és természetesen kihat a kistérség és a település dolgaira is, a mindennapi életére. Hogy mikor és milyen feltételekkel érhet véget az orosz-ukrán háború, azt megjósolni is nehéz.